Jó Brody, a szerkesztő nevében is nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, ez itt a Hit Rádió, a mikrofonnál Fekete Rita, és hamarosan elkezdünk beszélgetni Demko Attilával, a biztonságpolitikai szakértővel, az MCC műhely vezetőjével, de előtte még elmondom, hogy 2022.03.07-én vesszük fel ezt az adást. Ez az ukrán-orosz háború miatt fontos megjegyezni, hogy mikor is beszélünk az aktualitásokról, és előtte pedig még fölhívnám a hallgatók figyelmét arra, hogy a csengőgomb megnyomásával fel tudnak iratkozni csatornánkra, és így értesítést fognak tudni kapni minden új tartalmunkról. Most pedig köszöntöm itt a vonalban Demko Attilát. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És arra szeretném kérni, hogy mielőtt még sok mindenről tudnánk itt beszélni az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban, abban segítsen nekünk, hogy a hétvégén milyen olyan főbb katonai történések zajlottak, amiről úgy gondolja, hogy érdemes tudnunk. Hát ugye az egyik legfontosabb dolog lenne egyébként orosz szempontból is az ostromlott városoknak a kiürítése, hát illetve az ottani civilek szempontjából, mert borzasztó közállapotok vannak Mariupolban, Harkivban és más kisebb városokban, Szumiban. És ez úgy tűnik, hogy csak részben történt meg, tehát a fegyverszünetek, illetve a kifelé vezető folyosók azok valamiért nem működnek, nem tudjuk megmondani, hogy miért. Ez az egyik legfontosabb fejlemény, mert így, hogyha az ostromokat be akarják fejezni, akkor az csak rendkívüli civil áldozatokkal lehet, ugye orosz részről, vagy rendkívüli saját katona áldozatokkal, amire Oroszországnak nem hiszem, hogy lenne akár ereje, akár befogadó készsége. Tehát úgy értem, hogy a közvélemény nem hiszem, hogy azt el tudná fogadni, hogy a jelenlegi nem kicsi orosz áldozatokhoz képest még nagyobb orosz áldozatok legyenek. Egyébként nagyon úgy tűnik, hogy Kijev bekerítése továbbra is folyik. Nem látszik az, hogy a Donyecki nagy ukrán csoportosítást azt katlanba zárnák. Vannak ugyan erre utaló jelek, hogy az oroszok egy-egy ponton folytatták az előrenyomulást, de nem igazán látom azt, hogy a nagy katlan, ami katonai szempontból logikus lenne, az létrejött volna. Kérdés, ugye egy katonai szakértő honvédségi kollégám szerint ez azért van, mert az oroszok így is meg tudják akadályozni a katlanból való távozását az ukrán erőknek, ugye nyílt terepen könnyen ki lennének téve a légitámadásoknak, de hát ez is kérdéses, ugye nem látunk rá pontosan a hadműveletekre, ugyanis mind a két oldalról egy jelentős propaganda háború folyik, ami teljesen természetes. A háborúban eleve ugye van a háború köde, hogy nem igazán tudjuk, hogy mi zajlik még a mai korban se, de most aztán különösen rájön egy nagyon erős teljes propaganda narratíva mind a két fél részéről. Nyilván ez érthető, de így ez nagyon megnehezíti a tisztállátást. Hát azt tudom önnek mondani, illetve a hallgatóknak, hogy az, aki kívülről napi szinten követi, még azt se láthatja át, hogy pontosan mi történik, egész egyszerűen azért, mert különféle narratívákat hall különféle forrásokból, még akkor is, ha azok nem nyílt források. Itt a folyosók alatt azokat a humanitárius folyosókat érti, amin elvileg a civilek elhagyhatták volna az ostromlott városokat, igaz? Ez így van, tehát egyébként ez mindig az ostromlónak az érdeke. Ez az ostrom, különösen a mai világban, ez az ostromlónak az érdeke, mert egész egyszerűen azt nem engedheti meg magának Oroszország, különösen úgy, hogy az ostromlott városok közül többen, például Mariupolban a lakosságnak egy jelentős része az orosz nemzetiségű. Tehát nem engedheti meg magának morálisan a világ színe előtt, hogy lemészárolja ezeket az embereket. Nyilván egy védőnek, hogyha pusztán a hasznosságot nézzük, egy védőnek egy ilyen helyzetben jól jön a civileknek a pajzs szerepe, de nem állítom, hogy ez van, mert nem tudunk igazából semmit. Tehát annyit tudok önöknek mondani, amit logikusnak gondolok. Valószínűleg nem véletlen, hogy ezek a kiürítések nem mennek, de mondom, lehet egyébként, hogy tényleg az oroszok akadályozták meg Mariupolban, mert kialakulhatott egy olyan harctéri helyzet, vagy egy rossz parancsnoki döntés, ami ezt hozta el, hogy megakadt a mariupoli kiürítés, ami talán legfontosabb lenne az oroszoknak, meg hát ugye látjuk, hogy nagyon, nagyon komoly problémák vannak az orosz hadigépezeten belül, tehát semmi nem kizárható, hogy ez miért nem történt meg a humanitárius kiürítés.
Világos. Arról mit lehet tudni, hogy milyen fegyvereket látunk most bevetve? Felvonultatták az oroszok már a teljes arzenált, ami rendelkezésükre áll? Erről le vannak információk? Hát azt látjuk, hogy a tüzérség az egyre erőteljesebben és egyre kevésbé diszkriminálva hajt végre tüzérségi csapásokat ezekre a városokra, de egyelőre én nem látom azt, hogy ez egy teljesen elszabadult dolog lenne orosz részről. Hát ha az lenne, akkor azért az még súlyos, tehát rendkívül súlyosak, rendkívül nagyok a civil áldozatok, de azért még mindig, és ismétlem, minden élet elvesztése iszonyú, de sok ezres, tízezres nagyságrendben lennének civil áldozatok, ha az oroszok teljes erővel támadnák mondjuk Mariupolt. Tehát olyan jellegű tüzérségi eszközeik vannak, mondjuk a termobárikus eszközök, amik tényleg szinte tömeggyilkos eszközök, tehát nem nukleáris eszközök, de a nukleáris szint alatt valamivel és városon belül is kiválóan használhatóak. Mert ugye magát az oxigént is elszívják a levegőből, ergo nem feltétlenül magától a robbanástól vagy a hőtől hal meg, vagy sérül meg az ember, hanem attól, hogy nincs oxigén, meg ugye vákum alakul ki, ezért sérülhetnek a fül, a tüdő, sok minden. Tehát nagyon kegyetlen fegyverek vannak, mert ezek nem csak Oroszországnak vannak meg természetesen. Nagyon kegyetlen fegyverek vannak, amik hatékonyak tudnak lenni egy városi ostromba, de azért a mai világban szerencsére nem engedhet meg magának annyit egy támadó, mint amit mondjuk 1944-ben megengedhetett magának az orosz haderő, vagy a szovjet haderő akár Budapesten, hogy szétlőhették a várost. Ezt azért egyelőre még nem engedheti meg magának, hát nem tudjuk, hogy meddig fajul a helyzet Ukrajnában. Ugye a múlt héten talán már felröppentek hírek erről a termobárikus bombáról, hogy bevethettek ilyet. Ön látja ennek a realitását, hogy ott, ahol amire ezt azt mondták, hogy ez termobárikus bomba lehet, az valóban az lehetette? Nézze, találgattunk, kizárni nem lehet. Ugye a CNN látott egy ilyen harceszközt, ez egy általában egy T-72-es alapra van rátelepítve ez a sorozatvetőhöz hasonló, tehát egy kicsit a katyusához, hogyha a hallgatók elképzelik, hasonló rakétaeszköz, ami kilövi ugye azt hiszem 24 darab ilyen eszköz van egyben, vagy rakéta van egyben, és kilövi, 6 kilométer távolságig ez el tud menni, és rendkívüli pusztítást tud okozni. Nem igazán tudom, tehát probléma, ez tényleg nagyon fontos megérteni, hogy a probléma az, hogy nyilván ukrán érdek az, hogy az oroszokat minél barbárabb színbe tüntesse fel, és azért az oroszok sokat is tettek, hogy ez ne legyen túl nehéz, de nem feltétlenül igaz minden hír. Nem tudjuk, nem tudok szelektálni. Én személy szerint nem tudok szelektálni, hogy melyik hír az igaz. Nem kizárt. Világos. Ugye arról is szó volt már az elmúlt napokban, hogy háborús büntetteket követnek el az oroszok. Pontosan nem értettem én sem, melyik részére értik a háborúnak a háborús büntettet. Ebben tud segíteni, hogy mi az, ami már háborús bűn, és mi az, ami még úgymond megengedett egy háborúban? Hát nézze, katonai célpontoknak a támadása az alapvetően megengedett. Tehát, hogyha mondjuk egy harckocsi oszlopot semmisítenek meg teljesen, vagy egy teherautó oszlopot, és abban meghal 500 ember, az nem háborús bűncselekmény, bár teszem hozzá, hogy azért itt a jogi, nem is tudjuk igazából, hogy a jogilag ez most minek minősül nemzetközi jogi szempontból, szerintem egyértelműen egy háború, egy invázió. Persze, tehát én bizonyos vagyok benne, hogy követtek el háborús bűnöket az oroszok. Az biztos, hogyha vannak háborús bűnök, és vannak, akkor annak a nagyon-nagyon nagy részét az oroszok követték el. De például, ha egy ponton mondjuk ukránok lemészárolnak önmagukat megadó orosz katonákat, az is háborús bűn. Tehát ezek azok a dolgok, de a civil lakosság célzott gyilkolása az mindenképpen az, ha ezt bebizonyítják, ez egyértelműen háborús bűn. Világos. Péntek reggel ugye arra ébredtünk, hogy a zaporizsiai erőművet az orosz hadsereg ellenőrzése alá vonta. Kisebb tűz is kiütött a környéken, de aztán minden jel szerint nem sérült meg maga a nukleáris létesítmény, hanem egy oktatási intézményben volt a tűz. Valós veszély, hogy egy ilyen atomerőmű a háborúban sérül, és ezáltal Európa is veszélybe kerül? Ezzel megint visszautolok a propaganda háborúra, tehát hogyha ez valakinek nem jó egy ilyen eset, akkor az oroszoknak nem jó, de ettől függetlenül előfordulhatott a csata, vagy a hát ugye a megfélemlítő akció volt. Én úgy tudom, hogy az ukránok
nagy erőkkel semmiképpen sem védték ezt az erőművet, de valami védelem lehetett, vagy a dolgozók álltak ellen. Tehát lehet, hogy ez egy megfélemlítő akció volt, lehet, hogy félrement egy lövés, bármi megtörténhet. Én azt nem gondolom, hogy célzottan Oroszország egy atomerőművet megsértene, már csak azért sem, mert a szélviszonyok azért kiszámíthatatlanok. Tehát különösen Csernobilból, ha visszaemlékszünk 1986-ra, akkor Belaruszra meg Oroszországra vitte a szél a radioaktív felhőt először, nem a közeli Kijevre. Tehát Csernobil nagyon közel van Kijevhez. Kijevet az első körben nem érte komoly sugárterhelés, hanem a belorusz területeket északra vitte. Tehát ilyen értelemben egy ilyet egy támadó hadsereg nem csinál. Tehát nem azért, mert nem kegyetlenek, mert tényleg kegyetlen eszközöket alkalmaznak az oroszok, de hát azért nem teljesen őrültek. A helyi parancsnok se akarja a saját katonáit egy radioaktív felhőbe látni. A probléma az, ugye, mint minden háborús helyzetben, a baleset lehetősége, és ha véletlenül egy katonai akció rosszul sikerül, akkor eltalálhatnak egy ilyen erőművet. Azért olyan hatásokkal, mint Csernobil, ahhoz nagyon-nagyon durva támadás kéne, hogy legyen, hogy akár ennek a közelébe is legyen egy erőmű baleset. De kizárni ismétlem semmit nem lehet, mert ez egy háború, ez egy nagyon komoly háború, nagyon-nagyon komoly légierők csapnak össze, pontosabban az orosz légierő komoly, de légibevetések vannak. Mi történik akkor, ha lelőnek egy atomerőmű közelében egy repülőgépet, és véletlenül belezuhan? Most mondok valamit, erre nagyon-nagyon pici az esély, és nagyon remélem, hogy az oroszok nagy körben elkerülik az atomerőműveket, de nincs róla, mármint repülővel, de nincs róla adatom. Világos. Ugye a térképek alapján azt látni, hogy Ukrajna keleti felére összpontosulnak az orosz erők, illetve délről támadják, tehát valamilyen szinten, ha én jól vettem ki, akkor a Dnyeper folyó a határ, de ebben kérem, hogy segítsen nekünk, és az lenne a kérdésem, hogy mennyire reális az, hogy ide fognak koncentrálódni csupán az orosz hadműveletek, és hogy Putyinnak az lehet-e a célja, hogy a Dnyepertől keletre eső részén úgymond ő diktáljon. Hát nézze, túl vannak a Dnyeperen több ponton, tehát túl a Herszon is a Dnyeper másik oldalán van, és Kijev elleni támadás egyik ága a Dnyeper jobb partján jön lefele, tehát a nyugati parton. Tehát az biztos, hogy túl vannak a Dnyeperen, az egy kérdés, hogy mennyire akarnak túlmenni a Dnyeperen. Én azt logikusnak tartanám, ha már ezt a háborút elindították, és ha erre képesek, hogy elmenjenek a Dnyeszter mellékig, mert ugye ott van egy nagyon kitett orosz helyőrség, egy 1500-2000 ember, akiknek a sorsa igazából azon múlik hosszabb távon, meg a úgynevezett Dnyeszter melléki köztársaság sorsa is, ebben a helyzetben már, hogy egy ilyen háború kitört, hogy az oroszok elérnek-e odáig. Tehát ez egy óriási kérdés, hogy mit akarnak. Ugye nem látunk bele Putyin kártyáiba, amit ő nyíltan mond, tehát itt a 14 ezer halott, amit megemlített a légikísérők előtt is, az például hazugság. Tehát az abszolút hazug. A náci dolog, az nácitlanítás, hát ugye vannak nácik, még fegyveres, vagy legalábbis szimpatizánsok vannak az ukrán haderőben harcolva is, tehát a Nemzeti Gárdának vannak ilyen önkéntes egységei, de az is egy óriási túlzás. Tehát igazából nem tudjuk, hogy mit akar. Nem tudjuk, hogy mi a pontos cél. Szerintem, ha Ukrajna semlegessége a cél, akkor az még könnyebben elérhető, de ha a területeket akar elvenni Ukrajnától, hogyha vagy akár csak a Krím nyílt elismerését akarja, akkor egy komoly katonai győzelmet kell aratnia. Tehát nem tudjuk, hogy igazából mi a cél, mert ugye amit kommunikál, az nem feltétlenül az, amit elfogadhatónak tart. Itt most a légikísérők előtt tartott beszédére az a 2016-os Szentpétervári Gazdasági Fórumra utalt, amelynek a videója most kering az interneten? Nem, én úgy lehet, hogy akkor ez a 2000, én azt hittem, hogy ez mostani, megmondom őszintén, valaki elküldte nekem. Igen, én is láttam. De a lényeg az, hogy ott mondott olyan dolgokat, amiket elmondott viszont a kifejezetten a most két héttel ezelőtti beszélében is, tehát hogy népirtás van a Donbaszban. Valószínűleg egyébként tényleg ez egy korábbi beszéd, most, hogy így felidézem a videót, de a lényeg az, hogy ezt folyamatosan tolja az orosz propaganda, és ez nem igaz. Tehát ez a része nem igaz a történetnek.
Visszatérve egy kicsit itt a területekre, meg a térképekre, mit gondol, hogy a Fekete-tengeri résznek milyen geopolitikai fontossága lehet Putyin részéről? Olyat is hallottam, hogy igazából ez a cél, hogy ezt megszerezzék valamilyen módon, hogy legyen neki egy Fekete-tengeri kijárata. Hát a Fekete-tenger kijárat eddig is megvolt, ugye a Krím a legfontosabb ebben a térségben, geopolitikailag, illetve katonailag. Az más kérdés, ugye nem volt Krímmel közvetlen szárazföldi kapcsolat, de hidat építettek. Tehát a Krím szempontjából ugye a vízellátása fontos, de igazából persze, hogyha meg tudná szerezni és stabilizálni tudná Ukrajna déli részét, tehát egészen Romániáig, illetve Moldováig el tudna menni, és ott stabilan be tudna rendezkedni Oroszország. Ebben a helyzetben ez egy stratégiai előny lenne neki, bár azt kell mondanom, hogy ahhoz képest, hogy mit veszít Oroszország a szankciókban, nemzetközi reputációban, emberéletben, egyebek, ez a stratégiai előny, ha meg is szerzik, hát azért ez nem biztos, hogy, sőt, biztos vagyok benne, hogy eltörpül. Tehát Oroszország olyan szintű elszigetelődés és gazdasági nehézségek elé néz, amit ennek a régiónak a megszerzése nem fog tudni ellensúlyozni. Tehát ez sokkal nehezebben megy ez a háború, én úgy látom, mint ahogy az orosz vezetés ezt képzelte. Beszéljünk akkor még a repülés tilalmi zónáról, ugyanis ez a fogalom is most hétvégén, illetve már péntek óta talán benne van itt a közbeszédben, a média beszél róla, de akkor mit is jelent ez pontosan? És ugye Putyin azt mondta, hogy ha ezt bárki támogatná vagy bevezetné, akkor ez a ténylegesen a háborúba való beavatkozást jelenteni. Nézd, a NATO részéről a délszláv háborúk alatt kezdődött ez a gyakorlat, illetve az Egyesült Államok Irakban csinálta ezt meg, hogy egy bizonyos régióra az adott államban azt mondta, hogy ott nincs repülés. Tehát mondjuk Bosznia felett szerbek nem repülhetnek. Vagy Irak déli része felett az iraki légierő nem repülhet. Ezt ott meg lehetett valósítani, egyrészt közeli repülőterek voltak, másrészt az iraki és a szerb légierő az messze nem volt a közelében az amerikainak, illetve egyik se volt atomhatalom. Tehát ezt én nagyon felelőtlennek érzem, egész egyszerűen azért, mert ez tényleg háborús cselekmény. Tehát ha NATO gépek bemennek Ukrajna légterébe, még akkor is, ha Ukrajna kéri, és ott találkoznak orosz vadászgépekkel, vagy egy orosz S-400-as légvédelmi rendszer mondjuk lelő egy NATO gépet, az micsoda? Tehát a NATO-nak nem is kell ahhoz igazából légi csapást, vagy küzdelmet végrehajtani oroszok. Elég, ha az oroszok megteszik, és az oroszok megtennék. Tehát én azt gondolom, hogy eleve nagyon nehéz lenne ezt kivitelezni, tekintettel arra, hogy az ukrán repülőtereket biztos, hogy az összeset megsemmisítenék az oroszok, mielőtt le tudnak települni Ukrajnába. Ha nem Ukrajnába települnek, ugye akkor messzebbről kéne jönni. Ugye a távolság az nagyon sokat számít azért a mai vadászgépek és vadászbombázók esetében is. Tehát, hogy Kijevig elérjenek, azért az elég messze van a lengyel határtól. És nem nagyon látok mást a lengyeleken meg a litvánokon kívül, akik egyáltalán belemehetnének nagyon extrém esetben ilyenbe, de azt hiszem, hogy pontosan tudja mindenki, hogy ez egy világháborús helyzethez vezethet, ezért nem fog sor kerülni. Vannak komoly emberek, akik erről beszélnek, van olyan, akit én is ismerek, és teljesen meg vagyok döbbenve, hogy ezt komoly arccal bele tudja mondani a tévébe, mert ez világháborús veszély. A világháborús veszély, az pedig egy-két gép lelövése után eszkalálódhat, tehát nem tudjuk, hogy hol a határ. Tehát ezt nem lehet megtenni. Ukrajna szenved, Ukrajna nagyon nehéz helyzetben van, ez tény. De ez egyelőre egy lokalizált háború. Ha az egész északi féltekére ez kiterjed, akkor a tragédia az nem tízszeres, nem százszoros, hanem ezerszeres lesz, és az egész emberiséget érintő tragédia lehet belőle. Tehát ilyenről beszélni is, meg ezzel felelőtlenül dobálózni nem lehet. Van olyan vörös vonal, amit hogyha Oroszország átlép, akkor mégiscsak van realitás annak, hogy a NATO beavatkozzon, mit gondol? Nézze, akkor, hogyha NATO országra támadnak közvetlenül, és bizonyíthatóan. Tehát ha mondjuk egy orosz légicsapás, ugye Lengyelországban mennek fegyverszállítmányok, ha az orosz és az oroszok fenyegetnek ugye minden országot, aki fegyvert szállítan, hogy fel fognak lépni ellene, ha a lengyel oldalon történik valami, és ez bizonyíthatóan orosz, az baj. Tehát abból lehet ötödik cikkely, és abból lehet háború. Én nem látom ennek esélyt, az oroszok ennyire elvadultak lennének, még most se. Ha az ukrán oldalon történik, és esetleg mondjuk lengyelek is vannak a konvojba, az szerintem nem ötödik cikkelyes esemény, de nyilván minden egyes ilyen eset
az probléma. Tehát én azt a vörös vonalnak azt látom, és szerintem ezt Putyin tudja, hogy NATO területet, NATO eszközt, NATO területen nem érhet támadás orosz részről, mert az biztos, hogy nagyon kemény ellenintézkedésekhez vezethet, és azt azért látja Putyin, hogy a szárazföldi erők, meg különösen a légierő tekintetében Oroszország jóval gyengébb az Egyesült Államoknál, és hogyha az USA-hoz csatlakoznak ugye az európai országok, akkor meg különösen, mert ugye az USA egyébként a NATO lényege, meg az USA az igazi ellenfél Oroszország számára, nem a kisebb NATO országok, meg nem is Németország. Ugye Lengyelországnak van még egy erős hadserege, meg Franciaországnak, Nagy-Britanniának, de ezek messze nincsenek abban a ligában, mint az orosz, és az orosz sincs egyébként abban a ligában, mint az amerikai légierőben, illetve szárazföldi erőben se. Világos, de ugye beszéltünk itt a dezinformációkról, meg a fake newsokról. Ezek a döntéshozók, akik abban a szerepben vannak, hogy döntést hozzanak, akár egy ilyen beavatkozásról, gondolom, hogy nem innen tájékozódnak, mert akkor elég könnyű lenne őket is félrevezetni. Hát nézze, tehát egy Egyesült Államokban a műholdak, ugye van elektronikus hírszerzés, tehát próbálják lehallgatni az orosz, legalább a parancsnokokat. Én nem hiszem, hogy Putyin belső körébe könnyedén be tudnának jutni. De az biztos, hogy az USA-nak voltak elég jó információi arról, hogy ez a háború meg fog történni. Arról is voltak jó információ, hogy a Kijev elleni támadás az lehetséges. Én a háborúban se hittem igazán nagyon sokáig, de abba, hogy Kijevet megtámadják, abba különösen nem. Tehát én speciál arra gondoltam, hogy már az utolsó héten a háború lett, hogy délen lesz művelet. Nem, az amerikaiak megmondták, hogy lesz északon is egy támadás Kijev ellen, és nekik volt igazuk. Persze. Tehát mi a töredékét, nem töredékét, tehát senki nem látja a teljes képet. Az amerikai elnök meg az amerikai hadvezetés egy mozaikot lát, csak nekik a mozaikban jóval több darab van meg, mint egy átlag polgárnak, aki ugye a sajtóból meg szakértőktől próbál tájékozódni, de a szakértők se látnak egy picit többet, mint az átlag polgár, de nem látják a képnek csak egy töredékét. Aki láthatja, az tényleg az amerikai hadvezetés, a francia, a brit, akinek saját információgyűjtő apparátusa van. Nyilván a magyar katonai vezetés is többet lát, mint én, meg a politikai vezetés is. De az biztos, hogy nem látunk annyit, meg Lengyelország sem, meg a többiek sem, mint az amerikaiak, és azt látjuk, amit el akarnak nekünk mondani, még a magyar katonai vezetésnél is. Ugye most nagyon sokakat érdekel a távolabbi kép, tehát a globális kép ennek a háború szemszögéből. Ugye a második világháború után Amerika és a Szovjetunió volt ez a két nagy hatalom, ahol létrejött egy hidegháborús helyzet, és az ő egymáshoz való viszonyuk határozta meg a világpolitikát. Aztán a Szovjetunió felbomlása után maradt az amerikai nagyhatalom, és közben ugye Kína, India is egyre erősödött, de hogy fog ez vajon kinézni a következő 30 évben, és ez a háború változtathat-e úgymond a világrenden, mert hogy egyre többször kerül elő az a szókapcsolat, hogy új világrend lesz, erről mi a véleménye? Hát ez a háború nem történhetett volna meg, ha a régi világrend van. Tehát egész egyszerűen a régi világrendben az Egyesült Államok akkora túlerőben volt minden fronton, gyakorlatilag mindenki másról, hogy senki nem próbálkozott volna meg egy ilyen háborúval. Tehát mindenképpen az új világrend jele ez a háború, hogy Oroszország ennyire magabiztos volt, hogy ezt meg tudta indítani. Nem tudjuk, ugye attól függ, hogy mi lesz a vége. Tehát ha Oroszország győz, akkor is elszigetelődik nemzetközileg, és akkor is kénytelen Kína felé orientálódni. Illetve hát India még ott van, tehát India is nyitott, nem szakította meg ugye sem, viszonylag semleges a kapcsolatrendszer, de nyilván Kína Oroszországnak a fontos, mert ha Európa mindent megtesz azért, hogy leváljon az orosz gázról, vagy az olajról, akkor Kína lesz a felvásárló piac, ergo Kína hosszabb távon jobb helyzetbe kerül, bár rövid távon ez nagyon rossz Kínának, mint mindenkinek, mert ugye ez egy gazdasági világválsághoz vezethet. Tehát egy forgatókönyv szerint Kína lehet a nagy nyertes, de ha Oroszország nagy vereséget szenved, és a belső stabilitása is meggyengül, akkor Kína viszont elveszíthet egy szövetséges. Tehát nem látjuk, több forgatókönyv van, a valószínű ugye nyilván általában a közép forgatókönyv, vagy Oroszország nem nyer nagyot, de nem is bomlik meg a belső egysége, meg nincs hatalmas elégedetlenség hullám Oroszországban, de ebben a forgatókönyvben hosszabb távon Kínának ez a jó, egy elszigetelt Oroszország, mert annál többet és olcsóbban fog adni a saját ásványkincseiből, technológiáiból Kínának, minél inkább elszigetelt. Tehát stratégiailag, nagy stratégiailag, geopolitikailag Kína lehet talán a nyertes, meg bizonyos értelemben egyébként nagyon érdekes, hogy sokan azt mondták, hogy Amerika lesz még a nyertes azért, mert Európa még inkább kötődni
kötődni fog Amerikához. Én azt mondom, hogy ha Európa észhez tér, és elkezdi valóban komolyan venni magát és a fegyverkezést, mert sajnos fegyverkezni kell egy ilyen világban, tehát a német bejelentés az mindenképpen nagy meglepetés volt, de akár Európa súlya is növekedhet. Tehát nagyon-nagyon nehéz megmondani, hogy merre fogunk menni, mert gyakorlatilag a holnapot nem látjuk. Most azt mondjuk, hogy holnap jön Kijev ostroma, vagy holnap után, vagy azután, de lehet, hogy lesz egy politikai megegyezés. Ugye folynak a háttérben, végig folynak a tárgyalások. Nem tudjuk, hogy mi hangzott el Erdogánnal, Erdogán-Putyin beszélgetésén, nem tudjuk, hogy az izraeli miniszterelnök és Putyin beszélgetésén mi hangzott el, mi csak egy sajtótájékoztatót látunk legfeljebb, vagy a sajtóhírt róla. Tehát nem tudjuk, hogy hol állnak az álláspontok közelítése terén, mert biztos, hogy tárgyalnak. Tehát szerintem az oroszok is látják, hogy ez nem megy olyan jól, mint gondolták, tehát nem lesz egy pár nap alatt egy olyan győzelem, mint ami 2014-ben volt. Kérdés persze, hogy mennyire állnak rosszul, mert nyilván sokan mondják nekem, hogy lehet, hogy túlzottan negatívan látom az oroszok helyzetét, de van egy olyan portál például, ahol tényleg fényképesen ott vannak a kilőtt orosz harckocsik, meg sem is tett orosz eszközök, tehát sokat veszítettek az oroszok. Sokat veszítettek az oroszok eddig, jóval arányosan nyilván 3-4-szer annyit, mint az ukránok. Ez részben érthető, mert ugye a támadó fél mindig többet veszít, de ilyen technológiai fölény mellett, meg ugye egy alapvetően meglepetésszerű támadás mellett, azért ez nem egy jó eredmény. Nem tudjuk, de a világ mindenképpen más lesz, mint a háború nélkül lett volna. Az az érzésem, hogy a német fegyverkezési bejelentésről még majd sokat fogunk beszélni a jövőben, de akkor engedjen még egy utolsó kérdést. A sok-sok kérdőjel mellett azért az már elég világosan körvonalazódik, hogy ez a háború, hogyha nem is szélesedik ki, és hát reméljük így lesz, és megmarad egy orosz-ukrán konfliktusnak, és hamarosan nyugvópontra juthat akár a reménységünk szerint, akkor is emiatt egy hatalmas válság kerekedik a világon, és már látszik körvonalazódni. Hát nézze, látjuk azt, hogy mit jelent az, hogy mondjuk Ukrajnába kieshet a mezőgazdasági termelésnek egy része, mit jelent az, ha Oroszország nem exportál műtrágyát, vagy műtrágyagyártáshoz szükséges alapanyagokat. Láthatjuk azt, hogy magára a világgazdaságra hogyhat a energiaársok. Tehát a világgazdasági válság, ha ez még egy ideig folytatódik, bizonyosan elkerülhetetlen lesz, de már most hatalmas feszültségek keletkeztek a világgazdaságba, illetve az élelmiszerválság. Tehát gondoljuk el azt, hogy mi történik akkor egy afrikai országban, ami eddig jelentős részben Oroszországból, Ukrajnából hozta be mondjuk a búzáját, a rost, egyebeket, ha nincs. Ugye meg tud valamennyit venni talán máshonnan, de az orosz meg az ukrán, illetve nem tud ugye műtrágyával nem tudja a földeket műtrágyázni, tehát akkor vissza fog esni a termelés, termékenysége a földnek. Lehet, hogy egy évig még nem esik radikálisan vissza, de biztos, hogy már az első évben is kevesebb lesz annak az adott földnek a termése. Tehát az éhínség bizonyos országokban már nagyon nehezen volt elkerülhető a háború előtt is tekintettel a már az akkor meglévő energiaáremelkedésre, meg műtrágya hiányra, de most aztán nagyon valószínű, hogy jön egy éhínség. Nem tudjuk, hogy mely országokban lesz nagyon súlyos, de az biztos, hogy sok országban fog ez nagyon komoly nehézséget okozni, még akkor is, ha viszonylag röviden véget ér ez a háború. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és mindezt elmondta Demko Attila, biztonságpolitikai szakértő, az MCC műhely vezetője. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!